Egy új és hagyományteremtő szándékkal megrendezett nagyszabású program helyszíne volt szombaton a Zsengellér Gyula Sportcentrum. Most azonban nem csak sportolókat és főként nem csak focistákat vártak ide. Alapvetően az egész ceglédi közösségnek szól ez a rendezvény. A kiscsaládosoknak, nagycsaládosoknak, azok, akik valaha CVS-e egyesület tagjai voltak, és azoknak is, akik jelen pillanatban CVS-e tagjai. Nagyon sok programmal készültünk, itt legfőbb programként természetesen a sportprogramokat lehet említeni. De sok finom illat is belengte a pályákat, hiszen kora reggeltől főztek már a szakosztályok csapatai. Az asztali teniszezők például Péter Aladár alapanyag beszerzésének és koordinálásának köszönhetően marhalábszár pörköltött. Knezsev Gusztáv a séfünk, ő fogja adagolni a különböző fűszereket. Számunkra is meglepetés lesz még az eredmény. Egy-két dolog azért az elején még kimarad, de a nagy szél se akadály. Most sikerült a tüzet is beizzítanunk. Bízom benne, hogy ez megmarad, és hát olyan fél egy magasságára megrottyan a pörkölt, és kész is lesz. Természetesen a szakosztály ifjú reménységei is kivették a részüket a programból, hiszen gyakorlatilag számukra ez egy szezonzáró közösségépítő nap is volt. A fiatalabbak nem csupán segíthettek, szórakozhattak is, hiszen őket is várta a juniális minden programja. Ugrálóvár, hegesó, focis programok a centerpályán és minden, ami labdához köthető. Korábban már a focisták szerveztek hasonló programot, de most mind a 12 szakosztályt bevonták a nagyszabású eseménybe, amelynek résztvevőit Földi László országgyűlési képviselő is köszöntötte. Ez a rendezvény természetesen elsősorban a gyerekeké magától értetődik, és azt szeretnénk, hogyha egy Cegléden minél több gyerek egészséges legyen és sportoljon. Sport nélkül nem élet az élet, mint ahogy zene nélkül sem lehet élni, legalábbis nem érdemes. De sport nélkül sem érdemes. A Grupama CVS a juniálison a sokszínes program mellett az egyesület díjazta az asztali tenisz, a judó és a labdarúgó szakosztály kiválóságait és jubilánsait, valamint itt vehették át bajnoki aranyérmeiket az U13-as csapat tagjai. Míg a gyerekek a játékok és a programok közül válogathattak, a felnőttek egy fontos esemény részesei lehettek. A létesítmény konferencia terme ugyanis most vette fel Cegléd város első sportdíjasa, a labdarúgó szakosztály életében sok évtizeden át meghatározó szerepet betöltő Kis Péter nevét. Meg kell mondjam őszintén, hogy nehéz elfogódottság nélkül szólt. Néhány szót is mondanom, mert az elnökségem 27. évében, mondhatom, hogy akkor az ő 60 évéből jó néhány évtizedet együtt húztuk le, és egy olyan csodálatos embert ismertem meg, aki tulajdonképpen meghatározta a ceglédi labdarúgást kezdetektől, 1954-től volt már ő a ceglédi vastas labdarúgója fiatalként, és onnantól kezdve nem volt olyan beosztás, amit ő ne látott volna el. Nem tudtak olyat kérni tőle, amit ne tett volna meg csak azért, hogy a szakosztály működjön, hogy a focisták jobb eredményt érjenek el. Ha valaki szívén viselte a ceglédi futball sorsát, akkor az ő volt, emelte ki a névadó ünnepségen Horváth József.